Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb showműsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről Esti Showder, a szezon finálé. Fábri Sándorral, Kuszbert Péterrel és a Showder Benddel. Ma este a nyár legújabb, legextrémebb, legőrültebb sportjai, és akik kipróbálják, a legnagyobb sztár. Harda B52 Beáta, Gáspár Győzike, Lagzi Lajcsi, Sebeőt János és sokan mások. Jön a Showder Klub, ahol bárkiből napok alatt sztár lehet. És a Showder zenei színpadán az Abba Show-val a Cotton Club Singers. Hölgyeim és uraim! A stúdióban immár 9. esztendeje, 160. alkalommal ebben a szezonban utoljára az ország első számú showmestere, Fábri Sándor! Kívánok, köszönjük szépen! Nem csak Nyilas Misi kapott egy pakkot, mi is kaptunk egy pakkot. Ez a pakk. Ezt kaptuk, ezt a pakkot. A címzett Magyarország, a feladó a miniszterelnök úr. Hát majd megnézzük, hogy stoppolófa, nem tudjuk, hogy mi lehet benne. Majd ősszel kinyitjuk. Ugyanis finoman jelezném, hogy nem felejtettük el ígéretünket, amelyet a választás előtt tettünk, hogy az aktuális nyerő miniszterelnököt vendégül fogjuk látni, ugye? Kérem tisztelettel, Vadnyugat, Erőd, Fehérek, őr fenn a toronyban. Parancsnok kérdezi, mit látsz? Indiánok. Barátok vagy ellenségek? Hát, szerintem barátok, mert összekapaszkodva jönnek. Öreg Székely megy a kocsival magának előre, útközben megállítja egy posztos, szekuritációs. Azt mondja, na Áron bátya, hallottam, hogy nagy furmány kend. Addig én tovább nem engedem, míg egyetlen kérdésemre meg nem válaszol, hogy én megtudjam, hogy valóban olyan furmányos-e, mint ahogy mondja magát. Rendben? Rendben, mondta az öreg, és továbbhajtott. Mi se vált tőlem távolabb itt, hogy különböző drogokat és dopik szereket népszerűsítsek. Ugye a kádárizmusban azt mondták, hogy ha egyet szippantasz mondjuk egy vidámság cigarettából, ami nem volt, hát nem jutottál hozzá, pálmatexet inhaláltál nejlon zacskóból, a merészebbek pedig csavarlazítóval foglalkozhattak. Úgyhogy olyan lányokkal nem is foglalkoztunk, akinek ilyen ragacsos volt kicsit a füle, mert az azt jelentette, hogy az texezett, ugye? De mégis egy érdekes esetet el kell mondanom baráti körből, a következő történt, hogy a fiatalság a nagymaminak a kólájába bedobott egy tablettát. Egy ilyen extatikus tablettát. Nem részletezel, reggel 9-kor kóbába fölkel a család, a nagyi akkor szűrő le a galuskát, azt mondja, gyerekek, kész az ebédek, picit fölpörgöd, azt mondja, nem tudom, mi van velem, gyerekek, azt mondja, olyan aktív vagyok, azt mondja, mindjárt ebédelünk, készen van a paprikás csirke. Na. Nemrégiben említettem, az egyik boltban volt kiírva, hogy női melltartó. Tehát ilyenkor érzem azt, hogy a hülyeség ez ilyen rendszer semleges. Tehát, hogy ez a régi klasszikus példám volt, amikor az én ifjú koromban a leukoplasztra rá volt írva, hogy csak külsőleg. Azok kedvéért, akik hát esetleg lenyelnék, de hát az sem. Jó, hát hallottunk ilyen jógikról, akik a bérrendszerüket áttisztítandó roncsíkokat nyeltek, de hát ennek a fele ragacsos, úgyhogy hát jön a kotta is. Tehát női melltartó. Most a következő feliratra bukkantam. Unisex. Női.
A 70-es évek közepén egy kedves barátommal, ugye az erotikai ellátottság Magyarországon eléggé korlátozottnak volt mondható, tehát még Roden Csók című alkotása is felmerült, mint esetleges ajzó jellegű műalkotás. Az erotika maximuma annyi volt, hogy az NDK fotomagazin közepén volt egy ilyen főnözött pszichonő, kivoltunk egy barátommal Münchenben, ahol hát nagyon érdekes ilyen pipsók voltak, amitől ott akkor ment el a kedvem, mert látott szembe a csávókat, és mindenkinek egy kicsit jár jobb vállattal. Tehát az úgy egy picit necces volt, de hát azért ez érdekes volt. Na ott adtuk fel a szakmát, amikor bementünk egy ilyen hátsó udvarba, ahol a következő volt kiírva, homo bio. Akkor műzli vagy? Homo, nem tudjuk, tehát ugyanilyen bénultan állok azóta, 30 év telt el, homo, bio, nem tudom értelmezni. A fogyasztói spektrum ismét hihetetlenül bővült, van már aranyszínű kóla. Ginger van benne, jó? Próbálják ki étten, fiatalok ülnek előttem, a szülőket kérdezik meg, hogy mikor ittak életük belőször kólát, és el fogják tudni mondani. Én például 67-ben ittam Ausztriában, pontosan tudom, kiraktak oda cseregyereknek, mert szüleim gondolták, hogy Tirolban németül beszélnek. Hát ez egy súlyos, halálos tévedés, ugye? Reggel jött szebbi, már csak és azt se tudtam, hogy jó reggelt kíván, vagy takarodjak, vagy nem jó helyen ülök, úgyhogy mondtam, Szepik, én majd neked is megveszem a képes német nyelvkönyv gyermekeknek című kiadványt. Na, egy haverommal telefonálok, közben hallom, hogy leállítja a rendőr, beszól nekem, azt mondja, Sanyikám, 3 év múlva hívlak, szevasz. 80-ban voltam Amerikában, és mentem 2 barátommal, és azt hittem, hogy majd mi be fogjuk járni Amerikát, de ők ketten tudták, hogy hát esetleg másként alakítják az életüket. Úgyhogy kérdeztem őt, álltunk a 42. utcán, minő véletlen, hogy a 42. utcán. Pipsó. És akkor kérdeztem, hogy hát akkor beszéljük meg, hogy én meddig szeretnétek maradni, és mondták, hogy mi egy 40-50 évre gondoltunk. Én meg úgy próbáltam a 3 hónapot beosztani, ameddig van vízumom. Hogy állunk a szúnyogokkal? Most állítólag az történt, hogy a szúnyogokat lárva állapotba kell elpusztítani, de csak aztán 4-5 napot késték meg, hogy ezek a lárvák elinduljanak. Hát én nem tudom, Petőfi írt ilyesfajta szúnyogokról. Tehát egyet ültök, és akkor ilyen vérfürdő, tehát ilyen akciótriller. Haverom lement pecázni a Tiszatóra, azt mondja, kérdezem, hogy vagy, azt mondja, arra jött a szúnyog, behozza a pizsamádat. Hallgattam egy rádióműsort a horvátországi gyaralásról. Azt mondták, Horvátországban minden annyiba kerül, mint itt, ami meg nem annyiba, azt meg elveszik. Lementem kérem szépen a Révfülöpi strandra. Következőt látom. Ugye, a németek mindig egy kicsit erőből csinálnak mindent. Na, következő volt, ott egy kis fa, Szepi lerakja a 2 hűtőtáskát, megágya, az körbeárkolja, fölfújja, nem tudom, öttömán, öbberen, übrüppen, majd előkap egy metszőollót, tehát ez már, ő már célzottan ment a strandra a metszőollóval, és elkezdte ritkítani az ágakat. Mondom már, entschuldigung, aber was machen Sie? Und gucken und überhaupt, und ja, das ist unser Strand, dann bleiben Sie, und Sie schneiden, ja, aber was gibt es, irgend Borgum und Polizei? Azt mondja, nem, ich mache Sonnenschein. Hogy én napsütést csinálok. Hát mondom, a faszomnak nem fekszel akkor a izé. Hát én ilyet? Hát szóval, hát nem? És akkor ő ottan, mert biztos azért, mert ő így be akarta állítani, mint a reluxát, ugye? Tehát, hogy olyan kis félárnyék legyen, amin ő átjön. És akkor a snittinund ő van. Annak idején mamám több almafát megvágott kompozícióra. Tehát nem tudott metszeni, tehát hogy a meccés az, hogy bizonságokat határozottan kiveszünk, ugye ritkítunk. Ő egységesen levágta a fát gömbre, mondta, hogy milyen szép, mondtuk, nagyon szép, 10 évig nem volt alma termésünk gyakorlatilag. Tehát minden termő ágat így rendkívül esztétikusan. Na, hát kérem tisztelettel, elment Mr. Bush. Én azt mondtam, hogy igen, köszönöm szépen, ez némi felszabadulás. Mohikánnal találkoztam, azt mondta, jöttek volna 56-ban, basszal. Hát 56-ban! Én csodálom, hogy egy kis megelőző csapás, nem? Tehát, hogy a 8. kerületben 1-2 falafelesnek nem lőttek be, nem? Tehát, hogy egy kicsit, nem? Azt láttam, a Kisajötröm utcában van egy falafeles, ő homokzsákokkal elbarikádozta magát, nem szórakozott, és ki volt írva, hogy ürütszomba, ahogy Osama szereti. Tehát
volt azért egy kis... Jó, hát azt nem is mondom, mert ezt most mindenki mondja, hogy ugye a buszsáv az buszsáv. Nem érdekes? Valaki azt terjesztette, ugye miután a tájékoztatása mai napig hagy kívánni valókat maga után, a mai pletyka, hogy nem is a Meridianben aludt, hanem fönt körözött az Air Force-on, ott aludt a repülőgépén. De ezt komolyan mondják nekem. Jött Dodi azt, hogy bemondta a Szabad Európa, mondom, 10 éve nincs már Szabad Európa, nem baj. Tehát ő nem tud elszakadni, megy tovább a régi vonalon. Zárójelbe, hát azért az isteni lett volna, nem, hogy a Bushnak megy a konvoja, ő meg a 2-es metróval átmegy a Moszkvára. Hát érted? Hát ki a szom, senki nem figyelt volna, nem? Fölvesz egy napszemüveget, ilyen homeless cuccot, tök nyugodtan átmegy, érted? Nincs faxni, pihenten ébred, hát semmi az ég egyet a világon. Na, de például arra milyen álláspontot alakítsunk ki, hogy egy szállodából, 200 szobából kirakják az embereket? Hát jött Blau bácsi a koffer, aztán 44-ben már mondtak nekem ilyet. Hát nem, mi a fa? Befizetek a izébe? És azt mondják, hogy hello? Állítólag, de én ezt nem is akarom hinni. Ugye azt ismerik, mikor az első világháborúban kérdezik az öreget, hogy látott-e Kent Zeppelint? Láttam egyet Galíciában, de az se volt. Na hogy, elhiggyük azt, hogy a csatorna fedeleket leheggeztették? Azaz én nem. De megnézték. Nekem már így mondták. Fönn aludt a Air Force-on, ott keringett. Mint Fidel Castro, aki hajnalig dolgozik, beszáll a 3 Mercedesből az egyikbe, és azonnal elalszik. És még a Castro föl nem ébred, nem lehet megállni. Mert ha megáll, azonnal fölébred. Úgyhogy Castro a 3 Mercedes valamelyikébe kering Havanna fölött. Úgyhogy ez nekem tetszett. De az viszont igaz, hogy az óvodások egy része ma csak hideg kaját kapott. Mackó sajtot gyíkhussal. Nem, azt mondta a gyerekélelmezés, hogy nem, komolyan. Nem, azt mondta a gyerekélelmezés, hogy ő nem vállalja, hogy addig megromlik a kaja, amíg odaérnek. Visszagondoltam tényleg, hogy azért hatalmas, teljes oldalak vannak a Bush aranyköpésekkel. Én csak úgy arra emlékszem, amikor mondta, hogy meg fogjuk bombázni az afganisztáni kikötőket. Aha, jó, megosztottuk a közösséget, nem érdekes, jó, rendben van. Illetve Brazíliával ápoljuk a jószomszédi kapcsolatokat. Ha egy szövetséges országot le kell zárni teljesen miatta, milyen lehet egy gázai kirándulás? Na most, én nekem az először is, én már azt se értem, hogy itt van ez az információ szuperstráda, most már Photoshoppal mindent meg lehet oldani. Ugye? A kulcsapnak nézi a sebész a röntgeni, nagyon rossz doktor úr, aztán nem baj, Photoshoppal megoldjuk. Tehát miért nem jön a Bush virtuálisan? Nem? Megnézzük online, és aki akarja, és akkor nem kell. Egyébként, ugye azt mondják, hogy egyes számú védelmet kapott, ugye a világ egyik legveszélyeztetettebb embere. Én nem csodálom, hogy egy ilyen pasasra vigyázni kell, aki egy perectől majdnem megfulladt a saját nappaliában. Tehát erre én azt mondom, hogy... Azt is mondják egyébként, hogy állítólag 30 hajléktalan van a CIA titkos börtönében, mert nem akarták elhagyni a padjukat a Deák téren. A falafeleseknél egész nap csak 5 fekete öltönyös fülhallgatós kajált, és amikor vágott a főnök a birkából, az egyik mindig az akója alá. A 8. kerületben akkora volt a zárás, hogy még a védelmi pénzt sem tudták beszedni. Egyébként mennyi több száz kocsit elvittek? Most ők a büntetést is ki kell, hogy fizessék? Mert ilyenkor nem csak az van, hogy kifizeted a transportáció költségét, hanem még fel is jelentenek. Egyébként szörnyű lehet így élni. Hát most képzeljük, hogy végigjön Budapesten, ahol nincs ember. A környéken nem nyitnak ki a boltok. Tehát ő permanensen a 451 Fahrenheit című filmben tartózkodik, vagy valamilyen, biztos maguk több ilyet láttak. Hát rettenetes lehet. Na mindegy. Egyébként mindenki gyanús, még Rádai Mihályt is megfigyelés alá vonták, mert szakálas. Türmer Gyulát pedig a Guantanamo felé félútról fordították vissza, Horn Gyula személyes közbejárására. A Sándor palotában úgy volt, hogy csinálnak Sólyom Lászlóval egy közös képet az erkélyen, de az erkély az Pestről belőhető, végül egy gardrób szekrényben fényképezkedtek, mert egyedül annak nincs ablaka. Egyébként Sólyom László állítólag nem is foghatott kezet Bushsal, mert előzőleg nem adott új lenyomatot. Sólyom László viszont azt tervezte, hogy Bush diktálja be a jogosítvány számát a portán, mielőtt felengedik hozzá, és erősen gondolkodott egy testőrögi botozáson is.
A Schodernek sikerült megszerezni Bush alternatív programját, ugye? Tehát itt két lépcsős program van, az egyik, ami a médiában megjelenik, és Bushnak volt egy úgynevezett titkos programja. Vacsora egy titkos CIA börtönben, fogolykínzások megtekintése, majd elítélése szűk körben. Este egy tapadós kocogónadrág ünnepélyes átvétele Gyurcsány Ferenctől, majd a titkos CIA börtön rabjai által vart labda átadása a miniszterelnöknek, végül a félreértés tisztázása, hogy ő nem az a miniszterelnök, aki focizik. Vacsora közben mobilszámcsere Gyurcsány Ferenccel, majd próba csengőhangbörze. Egy pohár után George W. Bush felvágásból elmondja a nukleáris fegyverek indítókódját, és Kennedy igazi gyilkosának nevét, amire Gyurcsány Ferenc szűzessége elvesztésének történetével válaszol, majd átadja könyvformában is. Na kérem szépen, egy újabb kommandós akciót eszeltem ki. Nézzük meg most ennek a felvételét. Itt vagyunk a Flórián üzletközpont parkolójában, ahol látszólag minden rendben van. Hát itt nincs szemét. Ó, dehogy. Köszönő levél a 3. ukrán front katonáihoz, Zsukov marsaltól, plusz egy néhány pille palack. Tehát, és látták, nem vágtuk, 2 benyúltam, és 5 húzással ezt sikerült összehoznunk. Én nem tudom, ennyi embernek rossz a szeme, mert most találjuk a második vizin szemcseppet. Ugye azt mondják, hogy Trójának 7 rétege volt, ugye? Hát, hogyha itt 5 rétegről beszélünk, akkor igencsak nem vetjük el a súlykot. Több milliós autó. Alányúlunk, és előkerülnek kartondobozok, pillék, és ilyen csodálatos hölgyek. Ezek a szépségek, ezek a donnák. Kicsit hátra mennek, akkor kipucoljuk, jó? És lesz egy szép parkolóhelyük. Nézzék meg, mi van itt. De természetesen a parkolásnak van egy pozitívuma, hogy legalább a pillepalackokat elsimítják. Hoppá, kicsit, egy picit odaértem ehhez a tényleg nagyon leharcolt gépkocsihoz. Tehát én most nem azt mondom, hogy odaértem és beindult a riasztó ennyitől, érted? Mint hogyha én akartam volna valamit. Tök jó pulóver, csak már régóta van itt, egy 3 éve. Nagyon divatos, lehet, hogy egy sál. Igen, egy sál. Lehet, hogy mögötte egy szerelmi dráma, egy családi botrány. Nem tudjuk. Lehet, hogy egy gyilkosság. Lehet, hogy valakit megfojtottak ezzel a sállal. Ez lehet, hogy egy corpus delicti. Ugye így nem láttak még, kedves nézők, nem baj. Vállalom. Köszönöm. Hello, szia! Kérdezték tőlem, hogy szeretem-e a focit. Hát azt kell mondjam, hogy a focit utálom. A futballt ellenben, amit időnként futball ünnepek alkalmával lehet látni szerencsés pillanatokban, ahogy a világ nagyjai játszanak, hát azt annál inkább nézem. Az nagyon jó, hogy most már, ahogy az ismétlések vannak, tényleg megértettem, hogy mi az a les. Tehát amit sokáig nem tudtam, de mik azok a legrosszabb dolgok, amelyek egy futballistával megtörténhetnek? Például a kokáért már a pályára való kifutásnál rutinból lerántja a kísérő gyerekeket, és utána több száz millió néző szeme láttára le is köpi. Tehát nem bírja idegileg. A himnusz alatt pont akkor ér hozzá a kamera, amikor éppen a mellette állótól kérdezi, hogy mi a szöveg. Lekési az első fél időt, mert nem sikerült beszárítania a haját. Azért jó volt most már látni a bekemet küzdeni, mi? Izzadt a főnök, a végére a kacsa friszko elment.
otthon majd a Spice Baby majd megint beállítja neki, gyötrődött, jaj, nagyszerű volt. Úgy szorítottam a lengyeleket sajnálom, nagyszerű, rettenetesen, úgyhogy humorisztikusan mondta az egyik haverom, azért egy páncéltörő gránát lenne a kapuba, akkor jobban jártunk volna, mint a varsói gettolázadás alkalmával. De hát ez csak egy gondosság természetesen. Általában mindig azért a kis népeknek drukkolok. Gyerekek, hát 5 éve Japánban nem is volt futball. Hát ezek 5 év múlva megnyerik. Hát nem, hát mindent lekopít. Hát ilyen a világon nincsen. Na, visszatérve még, hogy a futballistákkal mi minden történik, a túlzott gólöröm közben izomszakadás szemben. A mindent eldöntő 11-esnél szemére csúszik a stylist által ajánlott fejpántja. Annyira leizzadt, hogy elengednek a hennás tetoválásai és megfogják a mezét. Az EB végén derül ki, hogy puskázott a honosítási vizsgán, ezért mégsem svéd, hanem albán. A meccscserénél neki jut a legbüdösebb ellenfele, ráadásul a zsebében felejtett szerencse 500 euróst. Na most újabban erről már kevesebbet hallani. Minden országnak van szlogenje a futball VB-n. Mi összeállítottunk egy pár olyat, akik nincsenek a futball VB-n ott, hogy nekik milyen szlogenjük lehetne. Na, Pápua Új-Guinea. Megesszük a brazilokat reggelire. Kajmán-szigetek, a legerősebb offshore bajnokság hazája. Kína, 1 gól 1800. Taiwan, football made in Taiwan. Chile, a tűzföldről pattant csapat. India, ha nem most, majd a következő életünkben. Arab Emirátusok, olajozottam. Vatikán, a szövetségi kapitány, a pályaedző és a főszponzor nevében. Amen. Hölgyeim és uraim, eljött a Sóder 8. évadának utolsó adása, és ma este szokásunkhoz híven egy igazi szezonzáró külön kiadással búcsúzók önöktől. Ebben önmagában semmi meglepő nincs, hiszen az elmúlt szezonban külön kiadást sorjáztattunk külön kiadásra, tehát már az volna az igazából meglepő, ha egy rendes kiadással jelentkeznénk, amely nem külön kiadás. Bemutatjuk ebben a szezonzáró külön kiadásban a nyár legígéretesebb, legérdekesebb, legőrültebb, legelvetemültebb új sportjait, példának okáért a kutyatáncot, a ketrecharcot és még számtalan őrjétő újdonságot. Akiket pedig alávetünk ezeknek az őrültségeknek, még nem tudják, hogy mire vállalkoztak a Sóder legemlékezetesebb sztárvendégei. Karda Bea, Győzike, Sebeőt János, Lajcsi és még sokan mások. A Sóder zenei színpadán a nagy sikerű ABBA jazz koncertturnéjukat megszakítva ma este eljön a Cotton Club Singers. És ismét abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Sóder klubunkban egy nagyszerű ifjú tehetséget prezentálhatunk önöknek, aki a Magyar Rádió legutóbbi humorfesztiváljának egyik rangos győztese, hogy ki ő, maradjon egyelőre. Titok! Most ebben a szezonban utoljára űzi Luanda és Kuszbert Péter egymást továbbá a Sóder bandet, mi pedig azonnal folytatjuk a Design Center. Eljött az idő. Most ön is beleülhet a legnagyobb showmester székébe. Most végre szemtől szemben kérdezhet Fábri Sándortól. Bármit. Tabuk nélkül. Ha van bátorsága eljönni a stúdióba és a showmesteri székből kérdezni Fábri Sándort, várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. Sóder nyílt nap. Tabuk nélkül. Hamarosan az RTL Klubban. Jöjjön el az Esti Sóder stúdiójába, és vegyen részt a Fábri Show felvételén. Nyári jegyakción keretében mostantól jegyek kaphatók a Ticket Expressnél, amíg a készlet tart. Esti Sóder Fábri Sándorral, az RTL Klubban. Mai dizájncenterünkben őrült biciklisták következnek, akik közül ketten annyira őrültek, hogy a stúdióban nem is jöhetnek be, mert biztonsági okokból az a fajta rakéta technika, amelyet a Szentesről érkezett Bodnár Csaba és Eihart Ferenc urak pillanatokon belül prezentálni fognak nekünk, a zárt térben nem is mutatható be. Én most kiosonok, önök követik a fejleményeket. Tiszteletem! Maximális, nem sok Fábri Sándor!
Eckhart Ferenc, Bodnár Csaba. Gyerekek, mit látunk itt? Ez egy kerékpár, ez világos. Ez egy kerékpár, ami gyakorlatilag vízrakéta elvén működik. Vízrakéta? Olyannyira bíztok a hajtómű erejében, hogy pedál nincs is rajta? Hát akkor nézzük, hogy hogyan működik. Rakéta elven működő vízmeghajtású kerékpár premierjét látjuk! Természetesen itt az alap gondolat nagyszerűsége az, amit nekünk értékelnünk kell, és nyilván az apró technikai részletkérdések kimunkálására jeles feltalálóinknak lesz még lehetősége. Medve Dániel úr és Ház Szabolcs úr Gyuláról érkeztek. Gyertek, milyen motiváció vezetett benneteket, amikor ezt létrehoztátok? Ravaszfogoskérdés. Hát akkor mondjuk úgy, hogy egy biztonságos, kétszemélyes, teljes komforttal ellátott járművet hozzatok létre. Az alapja ugye egy kemping kerékpár. Hát igen. Kettő. A kártyacső ezüstöt azt nem kíméltétek, úgy látom. Ez egy régi csomagtartó, ugye? Talán bizony, még... de ez mamitolóként üzemel. Milyen? Mamitoló. Az mit jelent? Hát, hogyha kijön előtt egy kocsázó öreg, azt mondja, akkor megtaláljuk, ennyi. Ti egyébként mivel foglalkoztok? Hát, ilyen... Minden. Ilyen biciklis szereléssel kapcsolatos. De hát ilyen iskola tanulmányok ezek nem érintenek meg. Ja, Isten ments! Egy kört esetleg? Igen. Itt egy kört. Zimi. Hát az én nagy seggemmel ide beférni, azért az... Van egy ilyen keskes kiffen, már arról is lelóg a seggem, a fene vigye el. De még nem borulod be. Menjünk ott egy kört, jó? Ház Szabolcs, nagyon szépen köszönjük, Medve Dániel, köszönjük szépen. Következik egy győri egyetemisták által fabrikált alkotmány, illetve elsősorban Károlyi Róbert úr az, de volt társad is, talán csak ő nem tudott jönni, ugye? Társam is, ő ott ül a ruhaszín pólós. Hello, szia. Ja, és ez már az új pasia? Ne, hát remélem, még azért nem maradtunk így le a dolgokat. Oké, és ő így nem akart szerepelni, na. Volt egy ilyen alapgondolat, hogy hajtsuk meg krumplira, ami valójában nem volt komoly ötlet, csak olyan nyilvánosan jelentettem ezt egyszer ki, hogy utána számon kérték rajtam, hogy utána muszáj volt ma megcsinálnom. Bocsáss meg, itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy a szoftver, ami most nyilvánvalóan lefagyott itt a kedves nézőkben, egy picikét oldódjon, tehát itt egy krumpli meghajtású kemping kerékpárról van szó. Gondolom a két krumpli zacskó, ez nem bevásárlás, hanem ez az úgynevezett tarcsi, krumpli. Tarcsi igen. Krumpli. Tehát itt réz és cinklemezeket dugdostunk krumpliba. Vegyünk ki egyet. És a réz és cink, hát ez azért már drága öveges professzort idézi, igen, nem? Igen. Minden háztartásban akad egy kis réz és cinklemez. Gyerekek, bedugjuk a burgonyába, és már is jön a nagy feszültség. Körülbelül egy voltos feszültséget lehet nyerni egy krumpliból. Ez adódik a két fém különbségéből. A két fém különbségéből. Mit szolgál a krumpli? Ez az elektrolit. Meghajtása az egy Lada 1002-es ablaktörlő motor. Az érdekessége, hogy ő ez itt látható. Ő egy rally ladába szerepelt már egy versenyen. Tehát ő neki ez már a második fellépése. Itt látunk egy pici aksit. Van azért egy akkumulátor, mert a krumpli az ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű energiát nyerjünk be, akkor nem tudtuk volna behozni a stúdióba. Ez az akkumulátor önmagában nem elég ahhoz, hogy ezt meghajtsa. A kettő együtt működve. A kettő együtt, tehát alakul, hogy így mondjam, krumpli rásegítéssel dolgoztok. Igen. Hát akkor adott bennünket a zavarba ejtően bonyolult műszerfal működésébe. Három kapcsolót látunk. Hát van egy főkapcsoló. Egy főkapcsoló, az melyik? A középső a főkapcsoló. Ezzel ki lehet kapcsolni, és akkor csak akkumulátorom, hogyha itt esetleg van egy probléma. Igen. Mi lehet a probléma? Ez záratos, tehát fellángolnak valami a krumplik? Az a helyzet egyébként, hogyha nagy áram folyik át, akkor elkezd forni, átalakul rósebbni vég. Igen, rettenetesen. De akkor meg egy melléküzemág. És a harmadik kapcsoló? A harmadik kapcsoló az pedig a visszatöltésnél lett volna szerepe, csak az a funkció nem sikerült megvalósítani. De érdekesen, hogy nálunk nem lehet szélkerék, itt nem megy a szélkerék. Átmész Burgenland, már 400 szélkerék van, ott megy. Ott már 20 km arra, mert másként fúj a szél, én nem tudom. Ott megéri a bocskos parasztjának, hát én nem tudom. Komolyan, hát szóval idézőjelben mondtam mindezt természetesen. No, hát akkor azt kell mondjam, hogy felajzottságunk fokozhatatlan. Vegyen fel az egyetem pólóját? Igen, azt szeretném, hogy az informatika szakpólát a csapatom nevében szeretném átnyújtani. De akkor hörrencs be a cuccot. Csak így finoman, mert most problémák vannak, lehetett így. Igen. Ja.
Valójában a terhelés alatt nem működik most tökéletesen azt, mint beszéltük már ezt. Aha, tehát ez olyan, mint amikor a háború végállapotában Hitler kiadta a tudósainak, hogy szarból próbálnak egy vajat készíteni, és egy hónap múlva jelentették, hogy már kenhető. Ugye? Tehát önmagát elviszi, hát a kislány táta elviszi, hát mit lehet tudni? Szia, Sanyi bácsi! Pávli Sanyi, szia! Na nézzük, hogy Évát elviszi-e! Hát egy picit meglökte. Évának keréknyomás is. Éva, nagyon szépen köszönjük a vállalkozó készségedet, de magától egészen kitűnően. Tehát abban a pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy ha a terhétől megszabadul, a kemping szárnyakat kap és röpül. Nagyon szépen köszönjük. Károly Róbert, most következik Hornyák Csaba, Hub Dániel és Szíj Gábor. Így ültök? Nem. Fábri Sándor, írt valaki egy e-mailt, hogy most már nem király a műsorod, Sanyi, Kiri. Már azt is rövidítik. Tehát azt kell mondjam, hogy csávok, fújra kéri a verdátok. Gyere, toljuk ide, hogy látszunk. Még egy pólót már nem veszek fel, gyerekek. Hát ez ugyanaz. Hát már meg... Nem ugyanaz. Ez gépészakos. Hogy lehet hárman egy dolgot csinálni? Heten voltunk. Heten, erotikusan hangzik. Jó, de micsoda burkolat! Így van. Ez egy lökhárító volt, valamilyen autó, nem tudjuk igazából. Aha, egy első lökhárító, amit egy gyíkbőr vagy kígyóbőr tapétával egy picikét humanizáltatok. Na itt látható egy darab villanymotor, itt van egy aksi. Az aksi az honnan jött? Ez egy kapcsoló. Ez csak egy ekkora baszom kapcsolót tettetek bele, hát mi a felének? Hát ez egy erőmű kapcsoló. Ja, találtátok, lomtalanítás. Így van. Igazából az egész hulladékból van. Szóval mindent találtunk. Hát azt gondolom, mert a motor, ne? Vagy nem? Nem, azt az iskolától kaptuk. És azt úgy elkértétek? Hát ugye, ahogy ez régen volt, hogy honnan van, hát hoztam az üzemből. Ez úgy beleugrott az aktatáskámba. Ugye ezt úgy elhoztam. Na most ez mi volt? Van rajta ilyen duda is. Lehet ijeszgetni a tolatósokat. Jó, de jó. Csak hátra esetleg közlekedünk vele. Ja, tolató radar. Azt látom, hogy ez nagyon kényelmes lehet, mert ilyen rúgó expander, ilyen rúgó függesztékkel van ez itt felszerelve. Na gyerekek, rakjátok vissza, akkor behőrentem a cájgot. Isteni! Rakjuk le! Hát mondjuk ez a csukló a kormányzást határozottan megnehezíti. 11-es úton is szoktam látni ezek a fekvő kerékpárosok. Szerintem halálos veszély, mert eleve Magyarországon kerékpározni is halt. Magyarországon minden halálos veszély. Nem, hát Baró-Fidész, Bush. Mindig van valami. És ez most el fog indulni? Igen. Azt a leborult színűen. Az anyád! Kikapcsoltad, hát te hülye vagy! Hello! Jaj! Várj, most fog kiszakadni a gatyám! Hopp Dániel, Szíj Gábor, Hornyák Csaba! Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert nektek! Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Design Center, a Sodervonal száma szokásunkhoz híven a képernyő aján látható. Hölgyeim és uraim, ma esti sztárvendégeink még nem tudják, mire vállalkoztak. A nyár legőrültebb, legextrémebb, legújabb, nem kevés veszélyt rejtő sportjait fogják kipróbálni. Itt élőben csak most önöknek. Budapestről győzik-e például a kokáért? Győzik-e például a kokáért? Átrepüli egy kötélpályán a stúdiót, Nick Árpád ketrec harcol, de nem árulok el mindent, hiszen ezzel folytatjuk, bár is jövünk. Maradjanak velünk, mert a reklám után indul a show. Jönnek a legextrémebb nyári sportok, az évad legnagyobb sztárjaival. A legkeményebb ütések, a legnagyobb félelem, a legbátrabb pasik, igazi sportemberek. És egy igazi ketrecharc. Esti Sóder, a szezon finálé. Perceken belül itt, az RTL Klubban. Keressük Magyarország legszebb nővérkéjét. Ha ön vagy közeli ismerőse az egészségügy bármely területén dolgozik, átlagon felüli külsővel rendelkezik, és szeretné elvinni a több százezer forintos fődíjat,
Várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. Esti Sóder, az ország legszebb nővérkéje. Hamarosan az RTL Klubon. Sztárok. Sztorik. Azonok. Külön kiadások. Botrányhősök. Politika. Közélet. És a show folytatódik. Tabuk nélkül. Magyarország legnézettebb talkshowja. Vadonatúj részekkel. Az RTL Klubon. Fábri Sándor közismert mondása. F1, kezeket a magasba, F2, kezeket a paplan fölé. Játsszon velünk és küldje el a helyes válaszkódját a 1799-es SMS számra, és nyerje meg a dedikált Design Center könyvek vagy Fábri Sándor Remélem zavarok válogatott poénok című DVD-ének egyikét. Elérták, ilyen a világon nincs. Dehogy nincs. Menj be, kérdezd meg. Én nem kérdezem. Nem? Tudod, mi vagy te? Egy. Erre nehéz is szavakat találni. Most havi 1% kamattal juthat Raiffeisen személyi kölcsönhöz, akár hitelbírálati díj nélkül. Hívja 0640-48-48-48-at. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb. Találd meg a párod, mert a Vodafone-tól most két mobilt kapsz egy áráért. A két Sharp GX17 így most összesen csak 8970 forint. A két előfizetésből pedig az egyiknek fél éven át elengedjük az alaphavidíját. Vodafone. Most élhetsz igazán. Egy forró nyári napon csak az igazi gyümölcs frissít fel igazán. Citrus Mix 4 féle gyümölcsíz. Narancs, grapefruit, lime, mandarin harmóniájával. Idén melyik Schweppes lesz a kedvenced? Citrus Mix. Szőlő. Bodza. Limonádé. Schweppes. Az Algoflex M gyors és hatékony megoldást kínál a menstruációs fájdalmakra. Algoflex M. A nő fájdalmára. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A legjobb forgatókönyv Emmy díja. A legjobb szereposztás Emmy díja. A legjobb drámai sorozat Emmy díja. És a legjobb televíziós sorozat Golden Globe díja. 24. Június 20-ától minden kedden 2 epizód a Coolon. A Pombermacik most új hagymával ízesített lágy tejszínbe mártóznak, hogy krémesen finomak és fűszeresek legyenek. Új Pomber, tejszínes új hagymás ízben. Algoflex M. Menstruációs fájdalmat csillapító gyógyszer. Jössz röpízni? Sajnos így nem tudok, pont most jött meg. Próbáltad már az OB Minit? Ez a legjobb OB tampon kezdőknek. Az OB Mini hihetetlenül kicsi és egyedülálló szép touch borításának köszönhetően könnyen felhelyezhető. OB Mini. Számomra nincs jobb OB tampon a kezdetekhez. Nyerő formában az árak. A 16 darabos OB tamponok most 399 forintért kaphatóak. 111 éve a legendák korában megszületett egy kincs. Megtaláltad. Amely a legnemesebb alapanyagokból a legnagyobb gondossággal készült. De úgy tűnt elveszett. Itt kell lennie. Mindeddig. Itt. Ez hihetetlen. A kincs létezik. Soproni 1895. Nemes szálcerkomlóval, évszázados szakértelemmel készült magas alkoholtartalommal. Ezt kerestük. Soproni 1895. When the sun comes up, the flowers come, it's wet and it will shine upon. The drops of dew that find a place to hide it, frightened paper space. They go their own, they find a way, try to connect, but with delay. They disappear, they go away, their fear is based on today. Don't you think it starts with us? I just don't want to be left in words that make me Nokia, connecting people. Új
Domestos lefolyótisztító. Látványosan gyorsabb, mint a felület és lefolyótisztító néven reklámozott termék. Domestos. Milliónyi baktérium fog elpusztulni. Az emberek elfoglalták az erdőt. Mi lesz az élelemmel? Nem érdek, sok kajájuk van. Jaj, a sütike. Így az állatok is elfoglalták a kertvárost. Játék! DreamWorks túl a sövényen. A mozikban. Az utolsó percben járunk, és még mindig 2-2. Most azonban egy szenzációs indítás. A csel nem különben, a beadás is jó. Ott a helyzet! Gól! 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 Micsoda gól! Ki gondolta volna mindez pár perccel ezelőtt, amikor úgy tűnt döntetlen lesz a vége? Kedves nézőink, micsoda mérkőzés! Hát nem hiába mondják, hogy a foci több, mint játék. És akarjátok-e egymást házastársnak? Holtomiglan, Holtodiglan. Igen. Igen. Van, amihez a jövőben is muszáj lesz személyesen találkozni, de a hiteligényléshez nem, hiszen itt a Halló Hitel. A Budapest Bank Halló Hitele telefonon is igényelhető és olcsóbb. Így a törlesztő részlet csupán havi 21.900 forint. Önnek a szerződést csak aláírnia kell személyesen. Halló Hitel. 0640 42 55 65. Budapest Bank. A GE Money Bank tagja. Ó, szépséges Brühilda! Légy a feleségem! És akkor előkapta az Orbit White-ot, mert a hercegek már akkor is tudták, hogy a ragyogó mosolynak lehetetlen ellenállni. Ó, gyönyörű Brünnhilda! Most már enyém leszel! Tanulság, hogy az Orbit White segít megőrizni a fogak mesés fehérségét. Ásó, kapa, nagy harang! Sony Ericsson kamerás mobilok dominó csomagban most 60 hálózaton belüli ajándékperccel már 18.990 forinttól elvihetők. T-Mobile. A foci VB meccseit a Tipmix támogatja. Mert biztos benne. Olaszország és Ukrajna is drámai végjáték után lett negyeddöntős a foci VB-n. Az olaszok Totti büntetőjével végül emberhátrányban is legyőzték az ausztrálokat, az ukránok pedig a VB első 11-es párbajában Svájc legyűrésével kerültek a 16 közé. Andriy Shevchenko klubszinten már elbúcsúzott Olaszországtól, az egykori játékostársokat pedig most ő küldheti haza. Olaszország-Ukrajna világbajnoki negyeddöntő pénteken 20 óra 40 perctől élőben itt az RTL klubon. A siker titka egy jó csapat. A FIFA labdarúgó VB és a közvetítés támogatója a Magyar Telekom. A hercegnő eltűnése kihirdettetik. Isten hozta Amerikát. Magasban van csak a hölgyeim és uraim. Testőre vagyok. A kínai császár. Kiltott város, hercegnő, rablás, mesézen hang. Mától lesz egy társad. Csak bele. Jackie Chan. Lucy Liu, Owen Wilson, Jackie Chan, az új csapás. Vasárnap 20 óra 55 perckor. Ezt a várost több mint 50 tűzhányóra építették. Ez a hegy egy katasztrofális kitörés előtt áll. A régiek úgy nevezték el a tűzhegyet. Ki kell üríteni a falut, azonnal! A tűzhegye. Hétfőn 20 óra 25 perckor. Mindenre van magyarázat. És én megtalálom. Dolmen. Rejtelmek szigete. Hamarosan. A Sóder szezon fináléjában bemutatjuk önöknek, amint ígértük, az idei nyár legőrültebb sportjait. Finálé azonban sztárok nélkül elképzelhetetlen, ezért ma este ezeket a produkciókat legemlékezetesebb show vendégeink fogják először kipróbálni. Elsőként jön Karik Nóra, Sherlock és a Dog Dancing.
mivel foglalkozol egyébként? Egyébként adminisztrátor. Adminisztrátor vagy. Mi ennek a lényege? A lényege az az, hogy közösen, mintha táncpartnerek lennénk. Tehát én is, és ő is egyúttal táncolni fogunk. No, hát akkor izgalommal figyelem, parancsoljatok. Szívből gratulálok, köszönjük szépen, nagyon ügyes, tündér mackó voltál. És tündér mackó, ugye mennyi idő alatt sajátította el ezeket a, hát már nem is alapelemeket mondhatjuk? Hát alapelemek vannak, egy-egy elem egy hónap és hat hónap között tart. És te mióta foglalkozol vele? Én 4 éve. Hát akkor nézzük meg, hogy Karda Beát, a művésznő, hogyan boldogul ebben a műfajban. Fogadják szeretettel Karda Beát! Isten hozott! Szia! Szia! Hát parancsolj! Át is adlak benneteket egymásnak. Hát Nóra, én Ámil áhítattal néztem, hogy fú, milyen ügyesek vagytok, és csodálat, hadd simizni. Jöjjön a zene! Van egy nagyon kis aranyos öregecske kis kutyán. Nem táncolunk? Ne jöjjön a zene! Isten hozta! Kezi csókolom, és akkor Dézikét bevonjuk, gyere! Gyere! Kérem a bombonját, várják! Oly! Hát két kutyával ezt nem tudom, hogy fog-e menni. Itt van neki a játék, hát ha erre majd kicsit fölkapja a fejét. Ide kiteszem neki. Nagyon jó. Hoztam egy kedvenc ilyen csokit, és addig ezt eltehetem. Milyen érdekes formája van, add ide, kidobom. Megteszed, köszönöm szép, aranyos vagy. Na, Dizzy baba, figyelj ide, édesem. Na, gyere, Manó, Manóka, gyere. Dizzy. Megeszem én. Simpoló van, simpoló. De nem kéne elengedni a pórázról? Nem, nem. Hát nagyon szépen köszönjük. Az a javaslatom, hogy adjuk vissza egy kicsit a zenét, a színpadot Sherlocknak és Nórának. Ez most tulajdonképpen Daisy továbbképzése. Ilyet tehát, hogy hogy csinálják a profit? Mert az az igazság, hogy nem csoda, Daisynek nem volt semmi előképe, ne haragudj, hát ilyen nincsen. Köszönjük, Nóra, nagyon isteni volt, ő is kap egy puszit, szervusz, te tündér! Kajrik Nórát, Sherlockot, Karda Beátát és Daisyt látták, hallották, köszönjük szépen! Most pedig következzék Járási Gábor!
kívánok! Járási Gábor, szervusz, Isten hozoz! Hajaj, ennek felesem tréfa, kedves Gábor! Miben mesterkedsz, miben settenkedsz, miben settenkedünk, miben fogunk mesterkedni? Hát egy pár perc múlva megtapasztalod, egy rótkötélen fogunk a stúdió egyik oldalára a másikra átcsúszni. Hát te! Én is. És remélem, hogy ezt az élményt te is. Én is? Igen. Mielőtt sztárvendégünket behívnánk, kérlek, hogy mondd el, honnan ered ez, és egyáltalában sportnak nevezhető ez? Gyakorlatilag Monteverde, kosztarikai nemzeti parkban egy esőerdőt kutató tudósok által kifejlesztett. Hogyan nevezzük ezt a sportot? Canopy. Ez egy angol szó? Igen. Egy angol, igen, szó. Egy angol szó. Sok szó van. Visegrádon építettük meg ezt a pályát. Ahova bárki, aki ehhez kedvet érez, ugyanúgy elmehet ide is. Hölgyeim és uraim, akkor fogadják szeretettel ennek a műfajnak, a Canopy-nak mai sztárvendégét, Győzikét. Hát nem egyszerű így puszit adni egy ilyen lámpával. Ez már egy komplett Canopy felszerelés? Nem. Öltöztetjük. Öltöztessük be, nagyszerű. Elkezdjük, jó? Igen. Egyébként a te műsorodban ezt te már csináltad, ott féltél erősen. Igen, csak az a helyzet, hogy most is félek. Ez a hevederzet egyébként egy mondjuk barlangászok és hegymászok által, igen, is használt széria. Ipari alpinista. Bocsáss meg, itt egy kicsit, igen, meg van csavarodva. Nehogy esetleg valami vérhólyag képződjön. Győzik, jaj, jaj. El kell helyeznie. Neked nem csípték oda? De hogy nem többször. Javaslok egy túrát arra fölfelé, jó? Induljunk, hát először talán a rutinosabb versenyzőt küldenénk előre. Nem kell izgulni. És oda akkor naponta, vagy mit tudom én, hétvégenként járnak az emberek ezt csinálni? Igen, igen. És van bérlet, mint a síbérletnél, aki század csúszik, az olcsóbb? A századik ingyen van, igen. A századik ingyen van? És igen. Van ebből verseny? Nincs. Itt... Tehát mit tudom én, lehetne ilyen stílussiklást? Szóval itt... Igen. Tehát lesiklasz és kész? Lesiklom és kész. Nincs pont 5,0, nem, hogy közben csinálsz, hogy figurákat, vagy... Ilyen style csúszás. Nincs, mert végül is... Mi van? 11 oszlop van. Mosolyod nem teljesen természetes. Bemutatnám, hogy ez hogy történik, jó? És utána ez azt hiszem jó lesz. Győzike. Győzi. Győzike. Szeretném. Mondjad. Nagyon jó utat kívánok. Drága testvér! Hogyha valami történne, a családodról gondoskodom. De jó. Ne adja Isten! Szorítok, hartos társam! Ja, Isten! Szeretném, hogyha ezt átvinnéd a Gábornak. A k***ba életbe! Na, elég, befejeztem. Vissza, sziasztok! Indulj! Hú, gyerekek! Na, viszed, vagy csúszol? Ott az a lényeg, hogy lenézel, és ott a szakadék. Hát, drága kenyér, boldog új évet! Hogy nem ezen tartod magad, ugye, mert ez megtart téged, ugye? És az a lényeg, hogy most nem kell fékezni, és a lábad emelt kell. Ez a fék? Igen, de ez csak hosszúpán él. Itt nincs rá szükség. Jézus, már de izzad a tenyerem, apám. Ha nem fogod, akkor sincs semmi baj. Érkezésre lábad fel. Hát, Isten nevében. Na, itt mit csináljak? Engem. Győzikét
Itt le kell ugrani? Nem, nem, leengedj. Légy szíves, arra... Mit csináljad? Arra gurulj ki csak szépen. Merre? Arra, ki? Merre? Arra, majd... Hova? Semmibe? Ülj bele a beülőbe, Sanyi. Ne szórakozz! Nem, na, úgy. Ott a rész a direkt szivatnak, Sanyi, a direkt csinálja. Dicsom. Úgy, és most szép lassan. Igen. Ne szórakozz, hát ez... Nem, de komolyan. Ott a rész, kurva élet. Hát bazd meg, hát azt ne fogj, te... Ne fogj, engedd, engedd el a fogantyút, engedd el. Úgy. Hát ezt nem mondtátok, hát hogy a... Ne. Hát ez volt a legszörnyűbb. Győzik-e? Háj, drága testvérem, minden tiszteletem a piek, hogy te ezt csinálod. Hát köszönjük szépen Járási Gábornak és Győzikének. Köszönöm. Ölellek még egyszer, köszönöm, hogy eljöttél. Minden jót, azonnal folytatjuk. Ami most jön, az sem lesz kevésbé izgalmas és látványos. Következzék Herceg Balázs alias Mókus. Szervusz! Mire számítsunk? Hát ez egy extrém nyári motorozás lesz, méghozzá a motor előtt futás. Úgy érzem, hogy a motor az magáért beszél. Ez motor egy... előtt futás? Akkor ki vezeti a motort? A motoron nem ül senki. Csak én futok a motor előtt. És a motor hogy megy utána? Magától. Mókus? Ezt elég nehéz így elképzelni. Én meghajtom az ászlót. Én szoktam motor előtt futni, csak ülnek rajta. Ezzel nem ül senki. Jó. Jó? Parancsolj. Oké. Okay. Mókus, egyébként te mivel foglalkozol? Hát én csak ezzel a Street Fighter-ezéssel foglalkozok. Bemutatókat vállalok, ezzel a csodálatos panóniával. Hát parancsolj. Mókus, így jön. Fantasztikus teljesítmény! Gratulálunk! Mi lesz a következő produkció, amivel meglepsz bennünket és elkápráztatsz? Fölmászok a Titanicra. Na! És hát imitálni fogom a filmbeli szereplést, fölállok a tetejére, és mint ahogy a filmbe, suhanok a széllel. Jó! Ja, ez a Titanic, őrület! És a kis... kis hálóingem, hogy lássák azért, hogy komoly a dolog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy konzekvens világot hoztál elég, és ezt őszintén mondom. És egyáltalában nem pejorálva. De miért kell a kombiné? Hogy ő felébredt, mint egy hajó törött? Hogy ez egy hálóruha? Hűha! Szerencsé, hogy ilyen szélcsendes idő van. Föladom a szakmát, itt a vége, Sanyi, kész, elbúcsúztam a showbiznisztől, vége, oda néz! Egy óta Isten vagy! Hát nagyon szépen köszönöm. Beszartabb, de szerintem mindenki. Ölellek, nagyszerű volt. Herceg Balázs, nagyszerű. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Aranyi László paraszt szekérhúzó Guinness rekordert. Aranyi László!
vigyázz, tyúk szemre vigyázz. És te hozod, drága ember, mi már találkoztunk, ugye? Igen. A szombathelyi befutásod alkalmából. Igen. Összesen hány napot tartott ez a te utad? 22 kemény nap, Záhonytól Szombathelyig, tehát lényegében az országot ugye átszelted. Ez kilométerben mit jelentett? 694 kilométer, úgyhogy minden idők, hogy nem akarok dicsekedni, alap rekordja. Na, nézzük a bejátszást. Érdekesebb lenne ott, ahogy itt is emelkedünk. Na várjál, persze, adok én neked emelkedőt, hogyne. Persze. És hova, hasra teszed? Mehet, lejjebb, följebb. Azt kérem, hogy akkor mutassuk meg a kedves nézőknek a befutót, ahol aztán egy rövid ünneplés, és Laci bácsi még elfutott egy maratont. Fél maratont? Hát fél maratont, 21 kilométer. Na jó, van, jó, azt a befutó után. Igen, igen. És minden egyes körnél egy pohár sör. Én mondtam, gyerekek! Egy kör, egy sör. Nőszerű lett sem. Egy kör, egy sör. No, nézzük meg, hogyan alakultak a dolgok. Kitartás! Jó! Óvodár János háza hatszegyvény Szombathely. Sikerült! Kérintésével. Istenem, sikerült! Isten hozta Szombathely városába. Sikerült! Engedd meg, hogy Szeged megye jó város nevében a polgármesteri feladatásról köszöntselek. Gratulál Szeged városon. Igen. Köszönöm. Gyuri, szállt fira! Utána szegediek vagyunk, és úgy gondolom, hogy Szegeden nagyon híres a paprika, a kenyér. Itt például van egy nagy óriás kenyér, 2 méteres, 10 kiló. Ez a, meg egy úgynevezett kalácskenyér, amely a Laci bácsiékat Záhonytól Szombathelyig elkísérte, és tulajdonképpen ezen éltek, valamint a levén. Én szeretnék neked ajándékba átadni. Azt 2 méter, főnököm? 2 méter, 10 kiló. De ilyen szépen megáll egybe. De vigyázz, vigyázz, barátom. Egy faros lemez alapra van rátéve, gyerekek? Nagyon szépen köszönjük! Polonkai Sándornak, akinek nem kis munkája volt ebben a vállalkozásban, és Aranyi László úrnak, aki mindezt végig küzdötte. Kerékpáros kísérője, Számfira György, aki végig kísérte kerékpára Laci bácsit, és biztatta, hogy sikerüljön ez a Guinness rekord kísérlete. Sikerül. Úgy legyen, és hogyha valóban ezt bejegyzik, akkor ígérem, hogy beszámolunk róla. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Fogadják szeretettel Nagy Istvánt és Csanádi Tamást! Isten hozott benneteket! Hát ilyen szédületes fordulókat annak idején csak a hordároktól láttam, akiknek volt ez az elektromos kocsijuk, és rémületes akciótrillereket tudtak bemutatni, vagy talán még tudnak is a pályaudvarokon. Hát kérem tisztelettel, minek nevezzük ezt, és ki az, aki... Ez egy Segway nevű humán transporter, magyarul emberszállító. Az útnak egy szegmense, úgy került ez a Segway nevű angol szóból. Hasonló, mint amikor a Kiszel Tünde megkérdezte a Budapest TV-be az Irigy Hónai Mirigy együttest, hogy honnan jön a nevetek, és mondták, hogy ez a Guns N' Roses szó szerinti fordítása. Na, akkor kipróbálnám én is. Jó, lehet? Erre most minden tulajdonképpen felállható? Felállsz, igen. Igen. És tulajdonképpen testbeszéddel irányítod, ahogy dőlsz, úgy indul el a gép. Ja, tehát ha előre dőlök, akkor igen, az isteni! Működteti az és egészet. Erre dőlök. Akkor meg fordítasz a paron. Ja, hogy várjál! Ja, hogy a... Van egy fordítókar. Melyik a fordítókar? Ez? Ez jobbra-balra. Ja, azt, mert azt hittem, hogy ha kidőlök, ez van jó volt. Volt egy haverunk 20 év motorozás után vette meg az első Skodáját, és mindig még a Skodába is dőlt. Neképpen be kell dőlni, mint a síelésnek. Aha. Jaj! Jaj, hát ez elég gyors. Igen, ez most gyorsan állítva. Már most mit csináljak? Dőlj hátra. Ja, és akkor megáll. Hátrafelé is megy, igen. És tudod, így megyek hátrafelé. Ja, hogy dőlsz, úgy megy. Az úgynevezett rükverc hátrában. Szerintem igen. Ez isteni. Másodpercenként 100-szor korrigál a vezérlés, ahogy dőlsz, úgy szabályozza a sebességét. Ahogy dőlsz, úgy dőlsz. La, 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 la. Hátra kicsit a jövőt nem sejtheted, a múlt csupa rejtelem. La, 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 la. Hoppá! Természetesen a sporteszköz kipróbálására is akadt jelentkező a sztárvendégek között. Fogadják szeretettel Galambos Lajost! Isten hozott! Szia!
Szia, ölellek! No! Ezt nem kell megfújni. Addig én megyek ebben. Az egy vastagabb, igen, igen. Ja, aha, egy méretesebben. Na én mutatom, én már van tudom. Van egy súlyhatár ennél, nem tudom, hogy a... Nem tudom, sebelyöknél nem vagy nehezebb. Nem, jó, akkor jó. Én most csinálok a Lajcsinak kedvet. Igen. Apám még négyen voltak testvérek, Kali nagybátyám mindig vett beöntést, ha nem is kellett, a többinek kedvet csináljon. És hogy fordulunk? Most egy tanuló sebesség. Jaj! Várjál. Várjál. Hoppá. Nem dodzsem. Nem dodzsem. Várjál. Jaj! Ó! Nagyon jó. Táncolni is lehet. Keringőzni. Dying! Boing! Köszönjük szépen, nagyszerű volt. Jaj! De természetesen mégiscsak azért mestersége címerét is elhoztad. Hoztam én is valami extra. Kis kiegészítő. Én azt hittem, hogy én hozok újdonságot, nem tudtam, hogy ki is kell próbálnom. Hoztam egy olyan trombitát, amit egy rendőr egyszer pálinka főzőnek nézett most nemrégiben. Nem, az a tuba volt. Az a tuba volt. A tuba volt, ugye? Így a tuba az majdnem olyan, mint egy ilyen kis üst. Ez olyan trombita, amihez tulajdonképpen négy pofa kéne. Három korpusz, egy szerintem, főkorpusz. Szerintem, ha Bush látta volna, megijedt volna, hogy nem-e valami az biztos, tiltott az fegyver biztos. Vagy. Az biztos. Ezért a kommendósok azonnal legyomtak volna. Azt gondolom. Így tehát... Van. No, jó, hát akkor hallgassuk bele. És megszólalt. Mit játszunk? Köszönjük! A hosszú heteket töltöttem abban, hogy megpróbáljak megtanulni, ugye két ujjal fütyülni. Ez nem nagyon ment, de várjál, de egy idő után megtanultam fütyülni, és utána a kisgyerekeket így hülyítettem. Tudod, hogy... Nem. Azért nem ennyire? Több mint egy korpusz szólt. Több mint egy korpusz szólt. Nagyon szépen köszönjük, Lagzi Lajcsi, köszönjük, hogy eljöttél. Szevasztok. Köszönöm. Kedves nézőink, egy újabb sportesemény küszöbén állunk, illetve USB lépcsője előtt. Hadzisz Lázár úr és Németh Gábor úr alias Tatár. Legyetek olyan kedvesek, és mondjátok el, mi ez a produkció, ez honnan jön, mit kell róla tudni, mit érdemes figyelni, és űzik-e ezt más országokban? Az alapok azok Brazíliából indultak még Brazíliába? A 90-es évek elején, ott csupaszkézzel művelték, és mindent meg lehetett tenni. Hogy nevezzük ezt a sportot? MMA, Mixed Martial Arts, kevert harcművészet. Hölgyeim és uraim, a két sarokban minden idők legerősebb Árpádja, Miss Árpád! A piros sarokban a rettenetes zsirkológép, a Vipera gyorsaságú legnagyobb harcos, Sebeők János! Hölgyeim és uraim, a kék sarokban minden idők legrettenthetetlenebb Árpádja, Nick Árpád! Piros sarokban a pondorlatos kígyó, a küzdősport viperája, a halszamú gyilkos, Sebeők János! And going something like this. Hear it. Nem, gyerekek.
nem mindennapi küzdelem. Jobbnak láttam, hogyha becsukom az ajtót. Egyébként Tatár közben elmondta, hogy Japánban például a kokáért egy ilyen meccsen 100 000-en vannak kint. Tomtoszki! Get the on ya! No name chump when they know that Menjél belharcba! Side of the cantina. I asked the guy why he's so fly. Köszönjük szépen, köszönöm Nyík Árpádnak, Sebeők Jánosnak, Németh Gábornak, alias Tatárnak, illetve Hadzisz Lázárnak, hogy ebben az élményben részesítettek minket. Ha ezekhez hasonló új sporteszközzel rendelkeznek, írjanak nekünk az alábbi címekre, mi pedig folytatjuk a Sóder Klubban. Eljött az idő. Most ön is beleülhet a legnagyobb showmester székébe. Most végre szemtől szemben kérdezhet Fábri Sándortól. Bármit. Tabuk nélkül. Ha van bátorsága eljönni a stúdióba és a showmesteri székből kérdezni Fábri Sándort, várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. Sóder nyílt nap. Tabuk nélkül. Hamarosan az RTL Klubban. Hölgyeim és uraim, a most következő fiatalember a Godó Duma Színházban bontogatta a szárnyait, és ezt oly sikeresen tette, hogy a Magyar Rádió legutóbbi humorfesztiválján meglepő módon a televízió külön díját kapta. Fogadják szeretettel Belicai Balást! Hölgyeim és uraim, ez a Sóder Klub, ahol egy estére bárkiből lehet sztár. Fogadják szeretettel Belicai Balást! Lezajlott a humorfesztivál, túl vagyunk rajta. Erős volt a mezőny. Volt egy parodista, aki azt játszotta, hogy találjuk ki, hogy kit parodizál. Most találják ki, hogy én kit fogok parodizálni. Annyit segítek, hogy a Schwabi Andrást. Bizonyára hallották a héten nagyport kavart hírt, miszerint egy török bálinti férfi kifigyelte, hogy a szomszédja a pincében állatokat kínoz. Ehhez kapcsolódik majd kérdésünk. Önök szerint etikus dolog-e mások után leskelődni? Az szokott kicsit dühítő lenni így tévéműsorok közül, mikor az X-akták elején a magyar hangokat bemondó hang mindig a legfontosabb részekbe dumál bele. Például mondja a Mulder, ezt a nőt azért folytották meg, mert írt a Gerald Fox és Harold Ramsden. A legfontosabbat még nem mondtam. Mi az, Mulder? Csak nemrég derült ki, hogy FBI központ, Washington, 12 óra 7 perc. És fogalmam sincs, hogy mi van, mert végig beledumál. Szellő István szokott egyébként úgy híreket olvasni, mint ha akkor látná először. Így rácsodálkozik. Túl van az életveszélyen az a szegedi férfi, akinek átment a fején a vonat. Duna TV-n meg van egy hírolvasó nő, arról mindig Hófehérke jut eszembe, mert mintha egy alma megakadt volna a torkán, úgy beszél. Amerikai orvosoknak a világon elsőként sikerült anyaméhen belüli embrióra testékszert felhelyezni. És úgy várnám, hogy fölköhögi, ami ott van neki. Kuruc Péter, Magyar ATV. Két idős asszony támadott meg egy pitbullt, de piószecsén! A gyanútlan állat bevásárlásból tartott hazafele, mikor a két hogy ráugrott, s valóságban szétfarcangolta. Jó estét kívánok, Balogh György vagyok. Az idei kampányban szemokat egyetlen olyan pálp, amelyek több pénzt ígért volna a logopédusoknak. Nagyon sok a pálya lehagyó logopédusz, ugyanakkor kevés a bukka nélküli logopédusz. Stúdiók vendége Kéri László, politológus. Milyennek látta ön a kampányt?
Én komolyan mondom, nem is értem. A Fidesz azt ígérte, hogy minden 35 év alatti nyugdíjas ingyen jusson internetet. Tehát ő nincsen. 35 év alatti nyugdíjas nincs. Ez egy marhaság, komolyan mondom. Az oktatási reformot az SZDSZ dolgozta ki. Mire számíthatunk az oktatásban? Peplőivel! Az SZDSZ egyszerűsíteni az érettségét, immár nem csak letölthetők lennének a tételek interneten keresztül, hanem kitölthetők is. Mit gondol az egészség ügyről Mikola István? A helyzet katasztrofális, műtétek maradnak el. Egyeseknek hónapokat kell várnia egy újraélesztésre. Mások évekig vannak abortuszváró listán. A kultúráról Fodor Gábor. Én azt gondolom, hogy a kultúra nagyon fontos, ezért elvállaltam egy színházi főszerepet. Én leszek Pumukli a Veszprémi Petőfi Színház új produkciójában. Miben látja a vereség okát, Áder János? A Fidesz magyar polgárpár politikája, Kérdezték egyszer a tévében Gyurcsányt, hogy Magyarországon vannak-e titkos CIA börtönök? Mondta, hogy nincsenek. Mi mást mondhatott volna? Igen, több CIA börtön is van Magyarországon, melyek szuper titkosak. Úgyhogy kérem a kedves tévénézőket, hogy ne árulják el senkinek. Mikor Gyurcsánynak volt ez a tánca, gondoltam, hogy esetleg Hiller István meg majd énekel nekünk. Én vagyok a híres Hiller István. A nevem is ennyi, Hiller István. Kedves barátaim, van egy régi székely mondás, mi szerint sohase nyomd ki a saját szemedet. Legjobb Budapest TV-n a távgyógyítók. Gyurcsó úr, születésem óta rövidebb az egyik lábam. Rendben, akkor most figyeljen rám. Most jobb? Igen, igen. És most? Jó, elég pont jó, pont jó! Lendvai Ildikó, a múmia visszatér. Torgyán mesélte egy interjúban, hogy az unokája az ő természetét örökölte. Úgy elképzelem, hogy a kislány otthon veri az asztalt. Kérem szépen, engedtessék meg nekem, hogy lemenjek a játszótérre. Elnézést, kérek, engedtessék meg, különben patak vé fog folyni. És hát aki a legjobban hiányzik nekem, Medgyessy Péter, legnagyobb alakítása volt, mikor parlamenti közvetítés volt, és a kontingens kontinens szavakba bonyolódott bele. Süketné Majel Tomács leizzadta az agyát, mert ezek a szavak Süketné Majel nyelven eleve nehezek. Meg hát az ilyen mondatok, hogy ki fogjuk fizetni a 13. havi családi pótlékot minden hónap augusztusában. Azért ezt elmutogatni meló, de azért legyünk igazságosak, pihenniük is lehetett, mert amikor az útelágazást szóba bonyolódott bele Medgyessy, Tomás csak így csinált, és volt 5 perc szünete. Megfigyeltem, hogyha egy politikus nevét tolmácsolják, akkor amellett, hogy így artikulálják a nevet, mindegyikhez van külön kézjel. De hogy mi alapján ez a Dávidi Bolya, meg miért ez a Bozóki András, és ki nem derül, mert lenne valami összefüggés, mit tenni, Orbán Viktor, vagy Kövér Lászlónál mutatnák, de hát lehet, hogy van benne logika, majd kifigyelem, ha nem lesz jobb műsor. Múltkor ment Spektrumon, időszámításunk és a naptárak története, Gergely naptártól a Donatellás naptárig. Palcsó Brigitta mondta egyszer, ezt a műsorunkat 18:30 perckor megismételjük, így akik nem látták,
újból megnézheti. 21 óra 30 perces kezdettel egy Agatha Christie krimiből készült tévéfilmet vetítünk, pillancsunk bele ebbe is. A gyilkos tehát Monsieur Doll. Tehát 21 óra 30-kor el lesz alapszát. Köszönöm szépen! Gratulálok! Azt hiszem, még hallunk Belicai Balázsról. Köszönjük szépen, most némi reklám következik, de maradjanak velünk, mert nem sokára folytatjuk a Cotton Club Singers-szel. Az esti showder azonnal jön a fináléval, itt az RTL Klubban. Keressük Magyarország legsoványabb és legkövérebb emberét. Ha ön vagy közeli ismerőse extrém testi adottságokkal rendelkezik, és szívesen szerepelne a showban, várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. Egy ország nézte. A show folytatódik. A legnagyobb sztárok. A legképtelenebb produkciók. Elképesztő különkiadások. Vadonatúj epizódokkal az RTL. Mondásos állítások mindig felkeltik a kíváncsiságomat. Megérkezett az új 5 csillagos kompaktárjel, és azt állítja, hogy nem csak kisebb lett, de az ereje óriási még az ilyen beszáradt foltokkal szemben is. Jó lenne erről többet is megtudni. Kisebb, de erős még az ilyen beszáradt foltokkal szemben is. Nem ellentmondás ez? Nem. Az Ariel nem csak koncentráltabb lett, de most majdnem 2-szer annyi folteltávolító enzimet tartalmaz 100 g-ban. Ez jól hangzik. De mit szól ez a Fresenius, a 155 éves független német minőségellenőrző intézet? Az új Arielt különleges kemény próbának vetettük alá. Hadd mutassam be. Nagyon makacs foltokat viszünk fel a ruhára, később pedig vasalóval beszárítjuk őket. Mosás után íme az eredmény. Ez tökéletesen tiszta. Ki érdemelte a minőséget tanúsító pecsétünket? Az új kompaktárjel nem csak kisebb, de tényleg eltávolítja még az ilyen beszáradt foltokat is. Kovács úr, most mihez kezd a magas telefonszámlájával? Jó ég, még mindig madarakat hívogat? Hívja a 1202-t, regisztráljon a Tele 2 Standard Plus díjcsomagjára, és mi szeptemberben jóváírjuk az augusztus 28-áig nálunk lebeszélt összeg 50%-át. Tele 2. Telefonáljon kevesebbért. Jéghideg felfrissülés. Rauch Ice Tea valódi teából, valódi gyümölcslével. A gyümölcsök tiszta íze a Rauchtól. Nyerje most a Rauch Ice Tea-vel egy Seat Ibizát, Nokia mobiltelefont vagy belépőt a Klagenfurti Strandrök labdakupára. Alkos maradandót. Boss Selection, az új illat. Amikor rád támad a szörnyű vágy egy igazi finomság után, győzd le egyszerűen a hűs Kinder Maxi King-gel. Lágy karamellel és friss tejkrémmel töltött ostya finom tejcsokoládé bevonattal, mogyoró darabkákkal megszórva. Maximális. Kinder Maxi King. When the sun comes up, the flowers carpets web and it will shine upon the drops of dew that find a place to hide in frightened paper space. They go their own, they find a way, try to connect, but with delay they disappear, they go away, the fear of space dull today. Don't you think it starts with us? I just don't want to be wrapped in words that make me Nokia, connecting people.
A Pomper Maci most új hagymával ízesített lágy tejszínbe változnak, hogy krémesen finomak és fűszeresek legyenek. Új Pomper, tejszínes új hagymás ízben. Csak forradalmian új gondolkodás képes a benzines és elektromos erőforrások előnyeit egyesíteni. Lexus hibrid hajtással. Az új GS450H. A világ első hibrid hajtású luxus limuzinja. Az elképzelhetetlen végre valósággá vált. Új Sport Duo Max. Rumos kakaós tejcsoki, ropogós friss, karamell és keksz két ütőszeletben. Sport Duo Max. Energia a javából. És akarjátok-e egymást házastársnak? Holtomiglan, Holtodiglan. Van, amihez a jövőben is muszáj lesz személyesen találkozni, de a hiteligényléshez nem, hiszen itt a Halló Hitel. A Budapest Bank Halló Hitele telefonon is igényelhető és olcsóbb. Így a törlesztő részlet csupán havi 21.900 forint. Önnek a szerződést csak aláírnia kell személyesen. Halló Hitel 0640 42 55 65. Budapest Bank, a GE Money Bank tagja. Uffi, che noia! Non si potevano fregare in un luogo più civile. Un bel 5 stelle, con solario. Abbiamo solo. Fitness club, la piscina. Abbiamo mare. Il piano bar. Ciro, please. Abbiamo Nesti. A Nesti mostantól még gyümölcsösebb, még finomabb. Miért kellene bármi más? Ciro. Mamma mia. Nesti, megérint a természet. Már mindent internetnek nézel? Internetez Vodafone 3G adatkártyával, vagy csatlakoztasd számítógépethez a mobilodat. A 3123 forintos net csomagot akár egy hónapra is megveheted és azonnal szörfölhetsz. Vodafone. Most élhetsz igazán. Van kedved doktorosdit játszani? Rajta nem fog fogni. Jól gondolják meg. Én orvos leszek. Fogd meg az állad, és próbálj baromi értelmes képet vágni. Lesz vízhelyzet? 1, 2, 3. Romantika? Nem lennél a szerető? Hm? Szabadítsd ki forró kebleimet! És hulla jó poénok. Mi olyan mulatságos? Steve Gutenberg. Tényleg? Igen? Nem ennyire. Tényleg így gondolom? Igen, így gondolom, és így is lesz. Doki Akadémia. Ma 22 óra 10 perckor. Megismétlődik a 98-as döntő a futball VB-n. A címvédő Brazília 8 évvel ezelőtti világbajnokkal Franciaországgal csap össze. Ronaldóék és Zidanék is 3-3 gólt rúgtak a negyeddöntőben, és magabiztosan jutottak tovább. A brazilok egyenletesen játszanak, a franciák viszont egyre jobbak. Brazília-Franciaország VB negyeddöntő szombaton 20:40-től élőben itt az RTL Klubon. A siker titka egy jó csapat. A FIFA labdarúgó VB és a közvetítés támogatója a Magyar Telekom. Alonso Schumacher 6-2 az első fél idő után. A Forma 1-es szezon fele eltelt, Alonso 6-szor, Schumacher 2-szer nyert. A második fél idő Indianapolisban kezdődik, vagyis 9 futam van még arra, hogy Schumacher fordítson. Forma 1-es amerikai nagydíj időmérő edzés szombaton 23 órakor, futam vasárnap élőben 18 óra 55 perckor itt az RTL Klubon. Egy titkos felfedezés. Olcsó, tiszta, bőséges üzemanyag. Mit érdekelhet ez a technológia? Mindenki. És akár ölnek is érte. Ha most lelép minden fegyveres űrült az országba, magát keresi majd. Elkaptam őket! Mi folyik itt? Azt mondtad, ura vagy a helyzetnek. Így volt. Ha valakinek el kell vinni a balhét, az biztos, hogy nem én leszek. Magához megyünk. Edi! Figyelnek minket. Mi nem csináltunk semmit. Keanu Reeves. Kicsoda maga? Morgan Freeman.
a barátja vagyok. Láncreakció. Hétfőn 22 óra 25 perckor. Rejtelmek szigete. Hamarosan. RTL Klub. Hölgyeim és uraim, a most következő formációt bemutatni alig, ha kell. Legközelebb július 15-én Balatonföldváron láthatják őket élőben, addig be kell érniük egy kis ízelítővel. Fogadják szeretettel a Cotton Club Singers! Man, I work all day to pay the bills I have to pay. And he said, still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a loving man, wouldn't have to work at all, going around the hell of all. Money, 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 must be funny in the rich man's room. Money, 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 always sunny in the rich man's room. Super free, I bet he would offense to me. That's too bad. I must leave, I have to go. To Las Vegas, I'm gonna go. I've been a fortune in a game, but I can never be the same. Money, 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 must be funny in a rich man's room. Money, 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 always sunny in a rich man's room. Fifteen up to that, fifty-four. Money, 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 must be funny in the rich man's room. Money, 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 always sunny in the rich man's room.
Köszönöm vendégeimnek, Hadzis Lázárnak, Németh Gábor Tatárnak, Karda Beátának, Mókusnak, kérem tisztelettel Porcsiny Gyulának, Aranyi Lászlónak, Csarádi Tamásnak, Járási Gábornak, Polonkai Sándornak, Mik Kárpádnak, Nagy Istvánnak, valamint a rejtélyes módon eltávozott Belicai Balázsnak, hogy amit mondani szoktuk, természetesen Lagzi Lajcsinak, hogy amit mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estényét, sebe őt János nem kell külön bemutatni. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét és az elmúlt jó párat is velünk töltötték. Ebben a szezonban legközelebb szeptemberben találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak, jól álmodjanak, szépeket, kezeket a papakról, ilyenek a csajok. Továbbra se igyanak, mosatlan gyümölcslevet, és ne felejtjék el, hogy Beethoven a zene Mozartja. Szép nyarat mindenkinek, találkozunk szeptemberben. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb show műsora, az Esti Showder 9. esztendejének szezonfináléját látták. Köszönjük, hogy 160. alkalommal is minket választottak. A viszontlátásra szeptemberben. Jó éjszakát kívánok! Partnerünk a DVD Center, a multimédia magazin. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester távfelügyeleti szolgálat gondoskodik. Partnerünk a Merel. Teherjáróknak. Támogatónk a BrokerNet, az ön személyes pénzügyi tanácsadója. A műsor támogatója az Intermédia, ahol mindig szem előtt van. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. A műsor szélessávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. Sláger Rádió. Minden idők legnagyobb slágerei. Média támogatónk a Metro Hírújság. A Duma, a Story, a Csevej, vagyis a Showder támogatója, a favorit díjcsomag. Tékom. Nézzenek minket, mert következik a Doki Akadémia című film. Fábri Sándor közismert mondása. F1, kezeket a magasba, F2, kezeket a paplan fölé. Játsszon velünk és küldje el a helyes válaszkódját a 1799-es SMS számra, és nyerje meg a dedikált Design Center könyvek vagy Fábri Sándor Remélem zavarok válogatott poénok című DVD-ének egyikét. Olaszország és Ukrajna is drámai végjáték után lett negyeddöntős a foci VB-n. Az olaszok Totti büntetőjével végül emberhátrányban is legyőzték az ausztrálokat, az ukránok pedig a VB első 11-es párbajában Svájc legyűrésével kerültek a 16 közé. Andrij Shevchenko klubszinten már elbúcsúzott Olaszországtól, az egykori játékostársakat pedig most ő küldheti haza. Olaszország-Ukrajna világbajnoki negyeddöntő pénteken 20 óra 40 perctől élőben itt az RTL klubon. Nagy vihar lesz. Ó, igen. Te is közéjük való vagy, mi? Már nem bízom benned, Eli. Nyilvánvaló. És te se bízz bennem. Rejtélyek városa. Szombaton 19 óra 30 perckor. Ezt a várost több mint 50 tűzhányóra építették. Ez a hegy egy katasztrofális kitörés előtt áll. A régiek úgy nevezték el a tűzhegyet. Ki kell üríteni a falut, azonnal! A tűzhegye. Hétfőn 20 óra 25 perckor. RTL Klub. Válaszoljon kérdésünkre! Olaszország 11-esre jutott a legjobb 8 közé. Küldje a helyes válaszbetűjét a 1799-re, és nyerjen naponta egy Fujifilm Pipix V10-es videokamerát a Fujifilm Magyarország Kft. Jóvoltából,
A csoportmeccsek végén nyerhet egy kétszemélyes utat Szicíliában 4 csillagos hotelben félpanzióval, a Malév Air Tours utazási iroda jóvoltából, vagy nyerje meg az Audi TT kupét a döntő utáni napon. Küldje az at vagy a bét most a 1799-re. Vajon mitől lesz a Milka olyan hihetetlenül gyengét? Gyerünk! Minél hamarabb odaér a tej! Annál lányom lesz a csoki! Attól olyan gyengét, hogy itt készül, ahol nincs ijegység és rohanás. Ez a titka a Milka gyengéd ízének. Nagyon finom. Milka, a leggyengédebb gondoskodás. Most komolyan, próbálkozzak azzal, hogy lejtem a zsebimet a buszon, aztán majd felveszi valaki. 2006-ban. A jó pasik az interneten vannak. Feltöltesz pár képet magadról, és vársz. Olyan pasik jelentkeztek, hogy nem hiszed el. Egy ilyen kis borítéka jele, hogyha levelet kaptál. Tök egyszerű. Új Domestos lefolyótisztító. Látványosan gyorsabb, mint a felület és lefolyótisztító néven reklámozott termék. Domestos. Milliónyi baktérium fog elpusztulni. A legjobb forgatókönyv Emmy díja. A legjobb szereposztás Emmy díja. A legjobb drámai sorozat Emmy díja. És a legjobb televíziós sorozat Golden Globe díja. 24. Június 20-ától minden kedden 2 epizód a Coolon. Sony Ericsson kamerás mobilok dominó csomagban most 60 hálózaton belüli ajándékperccel már 18.990 forinttól elvihetők. T-Mobile. Ha a konyhában egy pillanatra nem figyelünk oda, az ételek borzasztó zsíros szennyeződéseket tudnak okozni. Ha önnek fontos a jó zsíroldó erő, és ha elengedhetetlen a csíkmentes ragyogás, akkor megoldásnak itt a Clean Universal, amely nem csak az üvegfelületeket tisztítja csíkmentesen, hanem a zsíros szennyeződésekkel is elválik. Clean Universal. Egyszerűen sokoldalú. Henkel minőség. A Trilat Dekor termékcsalád mindenes festéke az összes felületből kihozza a maximumot. Ne leselkedj, lefestelek! Képzelj el egy 3D-s telefont 2 megapixeles kamerával. Új Samsung Z400. Megalkottuk neked. A bajnokok 3D-s mobilja, a Samsung Z400 hamarosan az üzletekben. Arcfeszesítés műtéttel. Inkább maradjon otthon és rendelje meg az Avona New Clinical lifting hatású szemhégélt és szemránckrémet. Az első 2-ös hatású megoldást a feszes szemhéjért és a szem alatti táskák felszámolására. A nők 82%-ánál eltűntek a mimikai ráncok. Hívja Avon tanácsadó nőjét. Szép vágású szem, vágás nélkül. A rómaiak hosszú vándorlás után megtalálták Pannónia meleg forrásvizeit, mely jól esett fáradt lábaiknak, hogy maradtak egy ideig. Vagy lehet, hogy csak a sajt miatt jöttek? Pannónia, a sajt az oka mindennek. Tele van ritmussal, és te vagy a DJ. Töltsd le kedvenc számaidat teljes terjedelmükben az ország legnagyobb mobilzenei kínálatából a Vodafone Live-ról. És hallgasd bárhol, bármikor. Vodafone. Most élhetsz igazán. Egy forró nyári napon csak az igazi gyümölcs frissít fel igazán. Citrus Mix 4 féle gyümölcsíz. Narancs, grapefruit, lime, mandarin harmóniájával. Idén melyik Schweppes lesz a kedvenced? Citrus Mix. Szőlő. Bodza. Limonádé. Schweppes. És akarjátok-e egymást házastársnak? Holtomiglan, holtodiglan. Igen. Igen.
Van, amihez a jövőben is muszáj lesz személyesen találkozni, de a hiteligényléshez nem, hiszen itt a Halló Hitel. A Budapest Bank Halló Hitele telefonon is igényelhető és olcsó. Így a törlesztő részlet csupán havi 21.900 forint. Önnek a szerződést csak aláírnia kell személyesen. Halló Hitel 0640 42 55 65. Budapest Bank, a GE Money Bank tagja. Az új Solparti Fit zselés féltalpetétje láthatatlan megoldást nyújt a magas sarkú cipőviselése közben jelentkező égető fájdalomra. Tegye kényelmesebbé magas sarkúit a Solparti Fittel. Lábizzadási problémák. Míg a hagyományos lábsprék csak leplezik a kellemetlen illatokat, addig a Sol Odor Control teljesen megszünteti azokat egyedülálló, szaksemlegesítő hatóanyagával. Sol Odor Control. Ne csak leplezze a kellemetlen illatokat, szüntesse meg teljesen. Jó napot, Kovács úr! Zsebkendő! Labda! Még mindig nem tud mit kezdeni a magas telefonszámlájával? Hívja a 1202-t, regisztráljon a Tele2 Standard Plus díjcsomagjára, és mi szeptemberben jóváírjuk az augusztus 28-áig nálunk lebeszélt összeg 50%-át. Tele2. Telefonáljon kevesebbért. A hónajbőre rendkívül érzékeny, így borotváláskor könnyen megsérülhet. A DAV az egyetlen dezodor, amely egynegyed rész hidratáló krém tartalmával segíti a hónaj regenerálódását, így bőre újra puha és bársonyos lesz. DAV. Hatékony védelem, gyengéd ápolás.